Bölcsességig a szívük, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Lukács Evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Azon időben föltámadt Jézus, a föltámadt Jézus egyszer csak megjelent tanítványai között, és köszöntötte őket, békesség nektek! Ijedtünkben és félelmükben azt vélték, hogy lelket látnak, de ő így szólt hozzájuk, miért ijedtetek meg, és miért támadt kételj szívetekben. Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok, tapogassatok meg és lássátok, a szellemnek nincsen húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van. Ezután megmutatta neki kezeit és lábát, de örömükben még mindig nem mertek hinni a csodálkozán és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk, van-e itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat, fogta a szem és a szemük látára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk, ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat, és így folytatta, megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek, én meg kiáldoztam rátok az atyám ígéretét, maradjatok a városban, amíg erővel ruháztattok fel a magasságból. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és dicsőítették az Istent. Krisztusban, kedves testvérek! Az emberi lelki életnek, az egész életünknek vannak egészen csúcspontjai, és vannak egészen nagy mélységei is. Mindig vannak szakaszok az életünkben, amikor az ember úgy érzi, hogy minden megy, minden halad. Az élet is megy, a dolgok is haladnak. Növekedik és szépül körülöttünk a világ, növekednek a gyermekeink, meglátjuk a jövendő nemzedéket, sok szépséget érzünk és látunk ebben a világban, és ezek mindig bearanyozzák az embernek az életét. És ugyanezekben az élettörténetekben megvannak azok a mélységek is, amelyek egyáltalán nem ezekről a dolgokról szólnak. Megvannak azok a mélységek, amikor az ember olyan összetörtnek és elhagyatottnak érzi magát. Úgy gondolom, hogy a legrosszabb periódusaiban az életünknek, a legnagyobb mélységei a lelkünknek mindig ez az elhagyottság. Ez az elhagyatottság. Amikor az ember azt érzi, hogy nem születnek meg azok a kapcsolatok körülöttünk, amelyeknek annyira kellene, hogy megszülessenek és éljenek. Amikor nem tudjuk megőrizni azokat a kapcsolatokat, amik sokat jelentenek nekünk. Amikor elszakadnak a szerelmeink, amikor elszakadnak a gyermekeink, a mi irányításunknak a kezeiből, sokféle mélység van, és az ember mindig olyan ütött kopottnak, mindig egy kicsit olyan nem megvertnek, mindig egy kicsit olyan elhagyatottnak érzi magát. Az elhagyatottságnak a kérdései marcangolják az embernek a lelkét, és azt mondják, hogy mi lesz velünk? Mi lesz ezután? Hogy fogjuk megtalálni életünknek az értelmét? Hogy fogjuk megtalálni azokat az embereket magunk körül, akik sokat jelentenek nekünk? Hogy tudjuk megőrizni ezeket a kapcsolatokat? Az elhagyatottságnak a kérdései sokszor sosem válaszolódnak meg. Talán vigasztalásokat nyerünk majd abból a Szentlélekből, ami készül hozzánk jönni, de a kérdésekre a válaszok alig-alig tudnak megszületni az embernek a lelkében. Az elhagyatottságnak
a lelkét láttuk Jézusban, a kereszten. Amikor minden jóságot bemutatott ezen a világon, amikor minden csodáját megtette, amikor minden bíztató és szeretetről szóló tanítását megtette, ezek után kellett ennek a jóságos Jézusnak ott lenni a kereszten, és azt mondani, hogy hát én Istenem, hát elhagytál engem. A legnagyobb elhagyatottságnak azt éreznénk, hogyha ha úgy éreznénk, hogy az Isten elhagyott bennünket. És a legnehezebb pillanatokban az embernek vannak kísértései, hogy azt érezze, hogy hát talán még az Isten is elhagyott engem. Hát ezt érezte ez a Jézus, és ezt érezték egy kicsit ezek a tanítványok is. Itt volt velük, tanított, lelkesek voltak, elhagyták addigi életüket, meg kellett változtatni miatta az egész életüket. Nagyon bíztak és nagyon reméltek ebben a Jézusban, és aztán ott látják a kereszten, és félelmükben, nyomorúságukban bezárkóznak, és azt mondják, hogy mi lesz most velünk? Ez, akit mi Istennek hittünk, ez most elment, meghalt, és ennyi. Aztán egy kicsit visszatér a reménység az életükbe, mert Jézus 40 napon keresztül megerősítgeti, meggyógyítja a kétségeknek, az összeesésnek a sebeit, és amikor megint megvigasztalódnak ezek a tanítványok, akkor Jézus 40 nap után a mai napon azt mondja, hogy hát azért mégiscsak visszamegyek az Atyához, mert ott jó nekem. Mert ott készítem nektek az utat, hogy nektek is egyszer ott legyen jó velem meg az Atyával. És ott állnak ezek a galileaiak, és nézik az eget, és hordozzák a kérdéseket, hogy mi lesz most velünk. Hát mégiscsak elment. Azt mondja az apostolok cselekedetében ugyanaz a Lukács, aki írta az apostolok cselekedetét, mint aki írta az evangéliumot, hogy hát ostoba galaták, hát mit álltok itt égre emelt szemmel? Hát ez a Jézus ugyan el hozzátok ismét, ahogy elment, ahogy látjátok, hogy most elment. Egy kicsit így állunk mi is, bár így állnánk mi is, hogy hallanánk az angyal szavát. Ez az angyal, aki ott megjelenik az Úr angyalaként, aki ugyanazt mondja, amit az Isten mond ilyen helyzetekben, azt mondja, hogy ne álljatok itt égre emelt szemmel, és most mit kémlegyétek az eget? Összetöri a természet rendjét ez az angyal. Mert a természet rendje az, hogy az ember a fájdalmakban, a válságokban és a gyászokban, az elhagyatottságokban az eget kémleli, hogy miért van ez nekem. Összetöri a természetes gyásznak a rendjét, és azt mondja, hogy hát ez a Jézus úgy jön el, ahogy most látjátok, hogy elment. Azt hiszitek, hogy ezzel vége van. Hogy a ti üdvösségtörténeteteknek, az életeteknek, mindennek vége van. Összetöri a természet rendjét, és így állunk mi is sokszor az ég felé, és kémleljük az eget. Hogy lesz tovább? Hogy lehet ebből valami jó? Hogy születhet az életünkben ebből még valami öröm, vagy vigasztalás, vagy valami boldogság marad nekünk? Az ember ma a legtöbbször a Földet nézi. Mi is sokszor nem az eget kémleljük, a Földet nézzük. A valóságokat látjuk és tapasztaljuk magunk körül. Az, hogy megy tönkre körülöttünk a világ. Az, hogy mennek tönkre körülöttünk testek, amelyek az életet hordozzák. Mindig a Földet nézzük, és mindig sajnáljuk, hogy ez a világ így pusztul körülöttünk. Mindig sajnáljuk, hogy a testek így mennek tönkre körülöttünk. És aki mindig csak a Földet nézi, és nem az ég felé fordul, az talán sosem találja meg a dolgoknak az értelmét ezen a világon. De én mégis azt gondolom, hogy nem a Földet kell nézni, de talán nem is az eget kell nézni, hanem túl kell látni, túl a Földön és túl az égen. Látni azt a Krisztust, aki úgy tudott bemenni Atyának a dicsőségébe, hogy előtte szenvednie, meghalnia és eltemetkeznie kell. Így ment be, így tért vissza Jézus ahhoz az Atyához, aki erre a világra küldte. Így élünk mi is, és így térünk vissza ahhoz az Atyához, aki az életünket adta, és aki eddig is az életünket gondozta. Túl kell látni ezt a felemelkedő és beérkező Krisztust, és látni kell, hogy ez a Krisztus annak ellenére, hogy most elmenni készül, hallani kell ennek a távozó Krisztusnak a hangját, amikor azt mondta a tanítványoknak búcsúzóul, hogy én veletek leszek a világ végezetéig. Most
úgy látjuk, hogy eltűnik, és mégis ott csengenek a szavunk, én veletek leszek a világ végezetéig, mindig, életetek minden napján, életetek minden örömében, életeteknek minden fájdalmában és küzdelmében. Ott leszek veletek, hogy megerősítselek, hogy meggyógyítsalak, hogy végérvényesen megvigasztaljalak benneteket. Úgy gondolom, hogy ez a távozó Krisztus összeköt nekünk most két világot. A mi emberi, küzdelmes világunkat, és összeköti a halál túlsó oldalán a másik világot. Ezzel a mi földi életünkkel. És ez az egyedüli összekötő Krisztus, aki túl tudja emelni az embert minden fájdalmán, minden betegségén, minden elhagyatottság érzésében. Ez az Isten az, aki meg tud menteni bennünket egy életre most és egy életre örökké. Úgy gondolom, hogy ez a mi nagy vigasztalásunk. Egy Krisztus van, Szent Pál azt mondja, Krisztus azért élt, azért halt meg, azért temetkezett el, azért támadt föl, hogy élőknek és holtaknak egyformán ura legyen. Így vagyunk mi együtt, mi élők, azokkal, akik a halál túlsó oldalán, a mennyei liturgiában imádkoznak értünk, meg imádják azt az Atyát, aki adta az ő életüket, meg adja a miénket is, aki gondozta az ő életüket is, meg gondozza a miénket is. Hát így tekintünk erre a Krisztusra, az elmenőre. Viszi magával az ő föltámadott testét. Ennek a világnak az anyagaiból fölépült, föltámadott testét. Viszi magával a saját testét, viszi magával a mi életünket, a mi testünket is. És hát, ha lesz erőm, elmondom, viszi magával az én kedves barátomnak, Soltész Miklósnak a lelkét és testét. Soltész Miklósnak, aki itt szolgált velünk oly sok éven keresztül, 50 évesen, akit októberben diákonossá szenteltek volna, és tegnap este egy pillanat alatt meghalt. Viszi Krisztus a föltámadott testét, viszi a mi testünket és életünket, és viszi az én barátom testét. És megvigasztal mindnyájunkat a föltámadásnak a reményével, és erősítesz bennünket azért, hogy tudjuk, hogy bírjuk, és viseljük, és egyszer majd végérvényesen megvigasztal bennünket a találkozásban, a halál túlsó oldalán, az ő Atyának, szeretető, szerető ölében, a boldogságnak a világában. Isten segítsen bennünket, Isten segítsen mindenkit, aki most Krisztussal együtt emelkedik az égbe. Ámen. Mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Úrunk, Atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket.